Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Lesz egy közös nyaralás, vagy egy közös életút, hogy alakulnak a dolgok. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a három kártya ott fent bal oldalon utal az ő jelenlegi helyzetére. A toronynál gyakran hivatalos dolgokról van szó, vagy egy bírósági ügyről. Ott van mellette a ház, az lehet egy szerződés, de lehetnek viták, veszekedések a családban, a rokonságnál, vagy egy örökösödési ügy. Mivel ott van a felhő, itt még ez ügyben minden olyan átláthatatlan. A felhő az egy ilyen időkártya, utal fél évre. Lehet, hogy fél évvel ezelőtt már elkezdődött ez a húzavona, és most kell egy megoldás. Amire a kártyák még utalhatnak, hogy ő otthon fogva érzi magát. Lehet, hogy ő nős, és szeretne válni, ezek a gondolatai, és ez is egy bírósági ügy, de jelenleg még ott van az a felhő, tehát ő még nagyon bizonytalan, mert még minden olyan átláthatatlan. De, mint mondtam, a felhő az fél évet jelent, tehát fél éven belül hoz akkor döntéseket. Hogy mit érez, azt megnézzük a következő kártyánál. Ezen a képen a kert látható. Lehet, hogy ez a munkája, vagy ez megnyugtató számára, ha a kertben dolgozhat. Viszont a kártyáknak szimbolikus jelentése van, mégpedig azt tükrözi, ő most elültet valamit. Az utal egy új kezdetre. És ha így van, akkor itt növekedni fog valami. Kivirágzik, gyümölcsöt hoz, és ez utalhat a párkapcsolatra. Ezen kell munkálkodnia, ápolni ezt a kertet. És most megtekintjük azt, hogy mi várható nála a közeljövőben. Az első kártya, ez a kard azt jelenti, hogy ő átteszi magát a félelmein, és fontos döntéseket hoz. A második kártyán látható, hogy vannak ugyan tervei és elképzelései, de ő türelmesen vár még, amíg cselekedhet. Ugyanúgy, mint a kerti munkánál is a türelemről van szó. De visszatérve erre a második kártyára ebben a sorban, ez jelentheti azt is, hogy tisztába kellene neki lenni az értékekkel, a saját értékeivel is. Aztán, ha így van, ha ennek ő tudatában van és bízik magában, a terveiben, akkor lesz egy mozgás, erre utal a középső kártya. A fehér ló az előre viszi a dolgokat. A fekete lónál vannak hátrányok, mert visszatekint a múltba, vagy bizonytalan abban, hogyan alakulnak a dolgok. Holott nincsenek már félelmei, de még egy kicsit bizonytalan. Akkor is, ha ő még várakozik és türelmes, itt lesznek külső befolyások, és itt összeomlik minden. De ez jóra vezet, mert az utolsó kártya utal a párkapcsolatra, erre a szerelemre. És most megtekintjük a középső kártyákat, ami utal a te jelenlegi helyzetedre. Az első képen látható hölgy fon valamit. Kezében van ez a fonal. Ennek van egy szimbolikus jelentése, és utal a mi sorsunkra, a sors utunkra. És most te kezedbe veszed ezeket a dolgokat, odafigyelsz a sors utadra, vagy érzed azt, itt lesznek sorsdöntő változások.
A középső kártyán látható, hogy ő közeledik hozzád. Itt lesz egy bóg. Ahogy a képen látható, te még kicsit szerény vagy, nem vagy ennek tudatában, holott belülről érzed az ő szerelmét, te érzed azt, és itt lesznek változások. És a harmadik kép utal egy utazásra. Ez lehet egy nyaralás, de lehet egy közös életút is. És mindketten ebbe az irányba tekintetek, és a gyümölcsös kosár jelzi azt, itt gyümölcsözik valami. Szimbolikusan úgy mondanám, ezért dolgozik itt ebben a kertben, hogy itt kivirágozzon valami, itt legyen termés, és ezen a kártyán már látható is, hova vezet ez a párkapcsolat. És most megtekintjük azt, hogy mi várható nálad a közeljövőben. Az első kártya arra utal, éld a személyiségedet. Légy magabiztos, legyen meg ez a fellépésed. És azt is jelenti, hogy te más vagy, mint mások. Legyen meg ez a büszke fellépésed. A középső kártya azt jelenti, vedd kezedbe ezt a kulcsot. Légy magabiztos, és légy titokzatos, egy kicsit zárkózott. Ezáltal jobban alakulnak a dolgok, előre mennek az események. Ha el tudsz búcsúzni bizonyos gondolatoktól, vagy kapcsolatoktól, ami szomorúvá tesz, ami hátráltat téged, vagy emiatt bizonytalan vagy, akkor lesz itt egy javulás. Mégpedig ennek van egy gyógyító hatása is. Vedd kezedbe a kulcsot, légy magabiztos. És én kívánok sok sikert ehhez, nagyon szép napot, sok szeretettel, Dendera!